Nehéz esztendő volt, de álltuk a sarat. Hát elmúlt ez az év is. Nyertem pár tendert, úgyhogy kellett egy nagyobb tezor. Szép kis év volt, ugye? Bravo, ficsúrok! Ez az év is olyan volt, amilyen volt. Az az igazság, hogy nálunk szörnyű volt ez az év. Sajnos a tavalyi év szerencsétlenül zárult. Akkor az idei év, hát engem nem kell kijavítani. Nem kisebb dologra vállalkozta, amit szilveszter napján, mint hogy kijöttem mind az M7-esre, hogy személyesen fessen fel a Budapestet Szlovéniával összekötő bringasávot. A 22-es évben már nem csak az infláció, de a köztársasági elnök is nő. Te, Andika, nem arról volt szó, hogy veszel egy táskát, az jó van? Most minek kell ennyi pénzt kipakolni? Ne játssa a pénzzel! Borzasztó, különben sokszor nagyon nehéz vele, olyan, mint mikor az éhes disznó beszabadul a makkerdőbe. Miután a férjem, a Feri, megtudta, hogy nem én nyertem az előválasztást, azóta sajnos egyre gyakrabban felönt a garatra. Sok mindent kellett aláírnom. Inkább legyen kedves, csukja be az ablakot, jó? Mert itten fűtünk, és itten akkor kimegy a meleg, rezsicsökkentük. Jövőre azon is dolgozunk majd, hogy a marbellai magyarok itthon is tudjanak boldogulni. Ráhel, István, várunk haza benneteket. Megmondtam Andi aranyakhoz, ne nyúljál. Az a Viktoré, ne játssál az aranya. Azt gondolom, hogy ez egy remek intézkedés lesz, mind az extrém sportok szerelmeseinek, mind a gyermekes családoknak. Azért előtte nem árt, ha kötnek egy életbiztosítást. Hát én is ezért törtem el a kezemet, mert nem otthon zuhanyoztam, ugye? Emeltem a közfürdőbe, ott meg megcsúsztam, ez lett a vége. Na de hát ez a lényeg a rezsicsökkentésnek, ugye, hogy áldozatokat kell hozni. Nekem karácsonykor halfej volt a tányéromon, mert én nem urizálok. Az új év is teljen a szeretet jegyében. Feri! Ja Istenem! Hallgassunk minél több Tóth Gabit. Egy biztos, ha ez a gipsz lekerül, akkor ezzel a kezemmel fogom mindenkinél lekapcsolni otthon a fogyasztókat. Végigjárom az összes családot Magyarországon. Ahogy egy régi mondás tartja, pénz beszél, Gabi ugat, kutya ugat. Mit dudálsz? Mi autós? Menjél biciklivel! Ide szilveszterkor bécsi virsli nem kell. Jó helyett a Tesco gazdaságos. A vakcinából nincs hiány, itthon is gyártunk majd. De ha szükséges, rendelünk az AliExpressről. Hát, hogy mit várok az új évtől? Hát, mit várok tőle? Sikert, pénzt, csillagást. Nekem mit tört, hogy ez le? Bocsánat. Csak jött egy utalásom. A gyerekeim könyörögtek, hogy apa, egyszer az életbe kerüljön valami drága dolog a karácsonyfa alá. Tudják, mit kaptak? Egy liter benzint. Higgyék el, elég drága volt. Most pedig az utódomhoz szólnék. Katika, jól teszed, ha minél több csuklóerősítő gyakorlatot végzel majd. Ugyanis rengeteg dolgot kell majd neked is aláírnod. 22-ben Magyarország Pegazusként fog szárnyalni. Jól teszed, ha előbb írod alá, és csak aztán olvasod el. Hajrá Magyarország! Hajrá magyarok! Boldog új évet Magyarország! Boldog új évet Magyarország! Boldog új évet! Boldog új évet Magyarország! Boldog új esztendőt Magyarország! Boldog új évet Magyarország! Ne dudáljatok már! Ugye gyűlöm az autósokat! Most elkezdtem a konyhaszekrét a falról! Nyugodtabb új esztendőt kívánok mindannyiuknak! Andi, arany vagy ne nyúljál! Az nem a tiéd, de az a Viktor kány. Idióta.